Már egészen biztosan nem fogom megszeretni a birkát, a pacalt és a nyomájat. A főtt csirkeláb igenis finom. De elálljunk még, ha meg kéne kóstolnom. Vannak rossz napjaim. Akkor hatfogásos ebédet készítek. De vannak jó napjaim? Akkor elintézem vacsorát egy tejbevízzel. Régi ízek, új illatok. A konyhámból és az önök konyhájából. Sziasztok, Tati! Egy órában később látunk. Ó, hát milyen szorgos hangyákat neveltem. Nagyon örülök. Komolyan. Szia. Nekiálltatok. Te is? Hamár tudsz olvasni. Lisztet miért tudsz olvasni? Hamár csinálni. Kettes kaptál? Dehogy. Hogy nekiálltál? Nem. Én sem. Te sem. Nincs tő. Segítesz nekünk, mert szállsz. Kezdet mosok. Rendben. Muszáj? Jó, van, igen. Látod, Tomi, hogyha nem mostál volna autót, akkor már elég készen lennénk. És ha segítettél volna, akkor még gyorsabban készítettünk volna, nem? Hát, ez is igaz. Utálom az autó, koszos, úgyhogy... Ez hát, miért mosod minden héten? Ismersz, nem? Hát, igen. És komolyan miért csináljuk? Te igen. Jó. Nincs oda sok kedvem. Jó. Mi van? Nincs kedved hozzá? Nem mondtam semmi. Hol tartatok? A liszt ki van már mérve. Liszt ki van már. Pucolj az almát. Küzd az almával. Te almás csiga. Kimértek a cukrot. Almás csiga. Almás. Almás csiga. Nem, egyet akkor csinálsz a kintet? Egyet, persze. Egyet. Biztos? Biztos. Biztos. Ja, megfogyózok. Egyetem. Amit nem mondunk a kamerában, de igen. Szóval, 50 dek a liszt. Igen, 50 dek a liszt. 50 dek a liszt. Oké? Okay. Többet kimérted már? Még nem, hátra van még. Kell bele 50 g cukor, az itt van. Szóval mégiscsak kimérted a cukrot. Igen. Ja, értem. Igen. Látom a puskádat. Igen. De nem kéne ezt már átírni egy kicsit? Itt van, még a fele, azt hiszem. Aha, annyi. Nagyjából. Vanilyaszukor, tojás, és vaj, és tej, és alma. Nyilván, ennyi. Ennyi. Tök jó. Akkor gyorsabban. Jó. Na, mit segítesz? Élesztő. Azt megpróbálom elfelezni, jó? Jó. Tehát lehérek a mikróból. Ami? Az élesztőt. Az élesztőt. A lisztet. Az élesztőt a mikróba. Nem. Nem. A tejet rakod be a mikróba, hogy felmelegedjen. Nem. Megduzzod. Nem, akkor megdöglenek az élesztőgombák. Ja, értem. Jó. Na, szóval... Akkor rádbízom, jó? Nem. Akkor liszt itt van már. Ott a tej. Tej. Ó, látom, a szuperbolyosban van. Igen. Ó. Egy gri csajomtól kaptam. Látom, kedves emlékfűzöd itt hozzá. Szóval ez 4 deka ennek a felekkel. Jó. Jó, akkor vállalom azt a feladatot, hogy... Kell egy külön tányér? Szerintem ebben bőven elég lesz ebben. Jó. Jó. Akkor megvalagítom. Ez az a lényeg, hogy élesztő sose lakunk mikróba, mert az élesztő gombák elpusztulnak miközben. Értem.
fog kezdeni. Nem vagyok kompetensebb, hogy hát mert tanítatlak, tanítatlak. Megnéztem. Aki szeletekre vágod? Igen. És hogy leszeled le utána? Hát legalább így könnyebben leszelni. Jó, könnyebben? Ja, géppel akarod leszelni? Persze. Ja, hát akkor tényleg könnyebb. Jó, ez már pont elég. Kicsit túl melegedett a te. Nem tudtam. Áttöltöttem abból a kedvenc bögrétből. Na, lehet zúzni bele az élesztőt. Jó, így simán bele vagyunk most? Aha, úgy. Nem, abba. Ebbe? Tomi. Akkor ezt te is tudod, nem? Persze. Az élesztőt nem a lisztbe rakjuk, hanem a tejbe. Még vagyunk? Ne, hát még ezt is, az is a fele. És a fele. Sákos, milyen napod volt? Nagyon jó. Nagyon jó. Hányos kaptál ma? Se hányas. Nem kaptál se hányas se? Nem. Az egy jó jegy. Azt szeretjük a se hányas. Az igaz. Ötös annál jó. Tényleg nem kaptál semmit se? Tényleg. Nyelvtanból se? Ne, nyelvtanból kaptam, kitaláltad. Hányas? Ötös. Mire? A motivációs levelembe. Király. Hogy van tovább? Elvileg a cukor kell a vízből. Tehát 50-nek a gram cukor. Igen, és abba raktál cukrot? Abba is kell. Abba is kell. Hát kb. Nem jön fel az élesztő. Csak, de tényleg. Cukor. Cukor. Vaníliás cukor teljesen jó az. Tényleg? Aha, tök mindegy, hogy ízesítette. Mi lenne, hogyha nem jöttem volna haza? Hát nem tudom. Elszúrjuk volna. Hát, aha. Mennyit ír a recept? Hárma? Kettőt. Jó. Jó. Tojás. Tojás. Az mehet bele. Tojás törésből. Négyes? Összes. Négyes. Jó. Négyes. És a vaj. Ebből vaj. Kell. Hűha, 9 deka, tehát 90, és akkor ennek a... az egy harmada, ha jól számolom. A matek kettes. Aha, körülbelül jó. Félbe vágjuk? Ezt szeretem valaki topogatni volna ez a matek kettes érettségi. Aha. Hát kicsit több, mint az egyharmada. Jó. Így? Aha. Körülbelül. És akkor mehet a mikróba. Ákos, végeztél? Mindjárt az utolsó. Az utolsó? Igen. Hány almát kell készíteni? Ötöt. Ötöt. Még mindig szereted ezt a pucolót? Hát már nem annyira. Már nem annyira? Nem. Túl sokat le kell vele szöszölni. Ó! Nem robbant fel? Nem. Hú, ezt számtalan szó jártam már, úgyhogy... Igen, ismerős. És beleöntjük, jó? Uh-huh. Ez benne van. És mehet már bele tej, vagy még nem? Vagy várjunk még vele? Hát még várjunk. Jó. Ez még kicsikét jobban. Jó. Fel kéne jönni az élesztőnek. Jaj! Mi lenne, ha én leülnék? Hát üle. Ákos? Csak nyugodtál. De teljesen jó ez a látvány nekem. Itt leülök egy kicsit. Újszerű a látvány. Konyhába. Apát szoktam csak itt látni, amikor mosogat. Igen. De élvezem. Élvezem. Ti? Mi nem mondtam? Inkább gyúrnék, vagy autószerelni? Hát mindjárt gyúrhatsz, rögtön gyúrhatsz, tehát... Megint más. Szerintem az izommunka majdnem ugyanaz, nem? Kis más. Hát nem tudom, meg tudod, mi a magyarok istene. Hát mit neked 80 kiló, amikor szembe jön egy kiállítás? 180, igen. 180? Igen. Na, vagytok ti ketten együtt, nem? Kicsit több, szerintem, utána számolt. Anya, sose kell fel? Kell fel? Hát felfut. De felfut. Jaj, de nehéz megfogni. Hát. Ez amikor nem túl gazdaságos az alma, amikor az ember megpucolja. Hát is. Igen. Légy szíves. Köszönöm. És most megmosom a kezemet, és elkezdek reszelni. Hát jó.
Szerintem most már bulíts bele, most már. Kiszenvedett szerintem. Megyek a gyúrás? Aha. Jó. Simán kézzel? Jó. Mire gondoltál? Tehát mégis a lábaddal is csinálhatnád. Érdekes lenne. Elég undi. Undi. Én szeretem csinálni különben. Aki, nem jössz? Nem, én most ezt megcsinálom még. Ó, gyönyörű volt a sárgája a tojásnak. Még mindig undi. És még gondoljátok? Milyen fincsi lesz ez, nem? Tudod, milyen ez a fékek élete? Vagy cukrász? Vagy pék? Ja, cukrász. Cukrász. Még kell bele. Még kell bele? Oké. Okay. Ez egy kicsit lágyabb. Hogy oda? Hát úgy a másik kezeddel. Uh-huh. Csak kicsit úgy gyengédebben. Gyengédebben? Gyengédebben. Tehát... De barátnak ez nyúlnám körbe rám, kis gyengéd mozdulatokkal. Épp ezt akartam mondani. Hát az Ákostól tanulhatnál. Ha? Gyengédséget. Ettől félek minőségben. Mert hogy? Hát... Mert hogy? Áki, van barátod most? Igen, van. Van. Tudod? Igen. És hogy hívják? Német Cintia. Oh. Nem volt itthon, történtek ám események. Wow. Ah, persze, persze, persze. Szerintem lassan jó lesz, tehát... De még tehát ez, a, ez a fele ott van, de? Igen. Tényleg milyen guszta. Kis liszt, ez még jó. Minimálisabb. Ezedről egy kis liszt segítségével le kéne szedni. Aha. És ügyesen így, és akkor így leszeded. Uh-huh. Így látod? Akkor segítesz? Persze, segítek. Nem be. Jó, jó. Jó. Megfogadtam, hogy nem jól hozzá. Megmosom a kezemet, és már is. Jobb is lesz. Tényleg. Ezt egyébként te gyúrtál már? Tésztát nem? Tésztát nem. Ott van a... Attól függetlenül még. Rancsom. Na, várj, kicsikét kiburítod, igen. Ezt így csiszáld el, hogy, oké? És ki kell venni. Aha. Hogy? Hogy? Igen. És akkor igen. Így, és akkor úgy. Így? Úgy. Nézésből. Nézésből. Jó lesz ez. De ne az ujjaiddal, inkább a tenyereddel. Jó, jó. Na, jó, na, na, na. Nem tudom, meddig kell. Hát még egy kicsikét dolgozz vele. Jó. Utána majd én formára hozom. Vagy egy fikész hiányzik belőle, apáé. Hogy teljes legyen a stáb a tésztán. Hát nagyjából jó már ez. Jó lesz? Aha, aha. Jó, jó. Én egy kicsit formára hozom, jó? Csak mert nem bírom ki. Hát egy kicsikét így. Ennyi. Körülbelül. Jó. És akkor elrakjuk kelni, ugye? Mhm. Megbiztozom. És erre fogom kelni. Nem kellettetjük? De. És hogy találtátok ki, hogy süttök nekem? Vagy magatoknak? Vagy nekem? Vagy? Hát így mindannyiunknak. Mindannyiatoknak, aha. És előtte letelefonáltátok, vagy hogy volt? Tanácsán. Igen. Ha? Letelefonáltátok? Megbeszéltük. Aha, vágom. Na én visszamegyek, még leereszem azt a pára almát. Jó, oké. Szünet? Szünet, várhatom. Hajrá ki! Persze. Ó, Ákos. De Tomi nincs ide, kicsit átgyúrom, mert ebből semmi nem lesz. Jó. Elárult. Nem fogom. Amúgy meg akkor olyan kis picikéket nem is laknánk jól vele. Ja persze, ha nem kellene meg, aha. Már egy kicsit átgyúrom.
Suliban mi újság? Hát minden rendben van. Minden rendben van? Persze. Tényleg? Igen. Biztos lehetek benne? Persze. Jó van. Én viszont kész lettem. Kész lettél? Igen. Tomi még nem jött? Még nem jött. Még nem hallom lépteit. Körülbelül így. Szerintem biztosan fogja venni. Hát, reméljük. Nem, én biztos vagyok benne, hogy nem veszi észre. Ennyi alma elég? Szerintem igen. Egy levéllel lesz, úgyhogy biztos, hogy elég annyi. Jó. Kicsikét lecukrozhatod, jó? Milyen cukorra? Vaníliás cukorra. Vaníliás cukorra. Szóld rá, kicsit az ujjaddal megkevered, és akkor cici levet ereszt majd az alma. Jó. Ennyi elég? Hát összeset. Összeset. Majó már? Nézzük. Hú! Wow. Nagyon nagy. És mehet, jó? Oké. Okay. Ki jön tőle? Lisztet nem liszt, szeretnétek liszt, már elrakni? Tele liszt. Igaz. Egy marékka, jó? Az rengeteg. Sok, ha vissza. Tizet szét, jó? Még okay. A hang az éjszakában. Még jobban, jó? Még jobban. Aha. Jó? Jó. Elég benga. Nyújtjuk, jó? Jó. Nyújtsa be, vagy te? Hát. Ilyen, jó? Oké. Kívántuk. Tök jó, hogyha filmet néznék, tehát nagyon élvezem. Tehát jó a műsor. Jó a műsor, tetszik. Szerintük is. Nagyon. Na. Ó. Mester kezei vannak hozzá. Milyen kezei vannak? Többen is mondták már. Mesterke. Ja, hogy a mester kezei vannak? Mm-hmm. Hát biztos, szerintem. Hoppá. Anyu, mikor lesz jó? Hát, szerintem mindjárt. Még kicsit, nem? Aha. Aha. Úgy fájnak a lábaim, ebben magasra a cipőben, vagy tök jó most itt ülni. Szerintem jó lesz. Jó? Aha. Annyi, hogy berakod a mikróba. Ja. A helyet. Oké. Jó, kérd, lesz fenn. De azt hova kell rakni ezt a vajat? Tészára kell kenni. Ja, meg kell kenni, hát ne vagyjon az almak össze. És erődés kell kenni valamennyit. Ja, hogy ne ragadjon el. Az egyértelmű, hogy azt meg kell kenni, csak azt nem gondoltam, hogy azt is meg kell kenni. És most még rá? Persze. Egyet, jó? Oké. Okay. Ennyi. Egyet. Egy volt. És mennyi vajat kezd rá? Bőven, vagy pedig csak úgy nagyjából? Átlagosan. Átlagosan? Mint a vajas kenyerevet? Ó, hoppá. Következő felvetákos, mikrotakarítás. Tehát úgy, mint a sörkiflinél körülbelül? Nem tudom azt, hogy kell, de ez így kell, tehát. Aha. Szerintem azt Ákos is meg tudnád csinálni, nem kell? Szeretnéd? Persze. Majd pedig kikened a tessék. Figyelj arra, hogy a külső részén ne legyen semmi, jó? Tehát oké. Okay. 2 centi szélesen nincs okay. Jó? Tehát meg kikened a tessék. Ha. Ha. Van vaj. Van. Vaj. Elég van? Ah, van. Akkor úgy kéred Ákos, mint hogy a kerítést nem tudom, hogy csinálni. De jó, hogy csinálod, tehát... De nagyon, nagyon vicces, nekem tetszik. Hát mázolod, nem masszatolod, mázolod. De jóféle. És itt keményre, jó itt? Oké, okay, már is. Hát mondom, 2 cent, ez kb. 10. Jó. Hossan az alma. Mi dolgok? Kenti, Lákos? Persze. Jó, isteni. Az alma, tehát én
Ellegyengedjük, mind a vajusson, elég. És ezen csak az az egy vaníliás cukor van, ugye? Eddig. Igen, és eddig most jön még egy. Plusz fahéj, úgyhogy elkos a fahéjat, meg a cukrot egy szívesen. Tessék a fahéj. Teljesen anyák napján érzem magamat, komolyan. Figyelni kell, hogy a szilin ne legyen alma, tehát össze tudjuk csípni a végét. Ez fontos. Lehet kevés ez az alma. Hát látod, nem kellett volna enni belőle közben. Igaz, Tomi. Leszeljek még egyet? Szerinted? Már igen. Egy gyérit. Aha. Jó, akkor. Hát jó, hogy elveszek. Jó, már is megkeresd majd az eszközöket. Ká! Jön rá! Nem, jó. És ezek tök mindegy, hogy bebarnul vagy nem. Persze. És megsül, nem? Persze. Még a sütött ákos kapcsolt be. Még kell légköveréses? Aha, úgy jó lesz. Igen, sokkal. Úgy, jó. Ez inkább ilyen fíralma lett. Na mindegy. Jött a fahé. Fíralma jó. Emlékeztek, amikor egyszer véletlenül a terpedarához nem a fahéjat raktam ki, hanem a borsot? Emlékszel? Az a rossz volt. És simán megszortátok vele? Több cukor nem is kell rá? Nem, akkor túl éves lesz. Ja. Ez egészségesebb. Ja. Nem jó a diétán. Most összetekerjük, jó? Tehát... Pirom van. És a végén összecsípjük a két tésztát. Másik vonat is. Nem hiába Michelin csillag, tehát... Ennyi, és a tetét megkenjük még vajjal. Uh-huh. Szerintem módszer szerint. Ásik. Hajrá! Itt jó. Tetét, jó? Oké. Okay. Hova lett a visszafele elcsett mozdulat? Látszom, hogy jól megfelelítizálni. Nyugodtan. Nem akarom úgy, mint te az almát. Jó lesz az. Még itt jó? Oké. Okay. Tamás Pécsen csináltál ilyet? Nem, még soha. Nem? Csak csirkemerés. Csirkemerés. Igen, csak ez. Hát én úgy nem tudnék megélni minden nap. Hát. Jó, és most felvágjuk a kis csigánkat. Hát ezt inkább csináld te. Ilyen késre. Szerintem ilyen 2-3 centis darabok, tehát ez nyilván ez nem. És innentől inkább 4 centis. Akkor te tartsd oda, és akkor tudjál a Tomé rakni rá. Lesz kb. Ilyen 15 cent hajószámmal. Mert rá egyből jó, én tehát ilyen jó simán. Kicsi, nagyobb, fordíts le. Így? Úgy lesz belőle a csiga. Uh-huh. Aha, úgy. Teljesen jó lesz. Hát csak kicsit így formázd meg a csigákat, hogy. Vagy ilyen hosszú, tehát hogy kicsit nyomd össze őket. Jó, hogy ilyen körülhagyuk legyen? Aha. Oké. És még elég ilyen kicsit gyújtus talán. Itt nem jól nézlákos? De rakom jól, és akkor? És akkor így nézd, lehet rakni. Hatalmas a tér közben, nem jó ez így, jó? Tehát ja. Közelebb kicsit. Jó. Kicsit filmabban jó, hogy? Tudod, olyan film van, ahogy gyúrtál.
Huaki. Mondjad. Nem veszel szokás. Hát az biztos. Nem is annak készülök. Nem? Hát nem. És ez mennyi idő alatt fog megsülni? De hozzávetőlegesen én 20-30 perc körülbelül, ahogy számolom, nem biztos. És nem fog beleragadni az alma lé, ahogy... Nem. Fölszívja a tészta? Gondolom. Remélem. Nem érdek hozzá. Remélem. Igen. Ez kis remélyúvá kijelent, ez ilyen eléggé. Egy csofat. Nem van fésed. Okay. És a tetejére nem kell most még valamit rakni? Semmi. Nem, ennyi. Mert a sütőbe, jó? Oké. Okay. Nyisd ki Ákos, légy szíves. Nyisd ki. Jó? Nem, egy lejjebb. Nem bírom már ki ezt a hatalmas várakozás, muszáj. Csillapítom az éjségemet, úgyhogy jó étvágyat. Aha. Jó étvágyat. Ha? Látom, az illat kihozott benneteket. Szerintem jó? Szerintem jó. Aha. Csak vigyázz a kezedre. Ne kapcsold le, mert még a másik adag. Hát illetve ez már nem is adag, ez csak a maradék. Hú, baromi jól néz ki. Szerintem is. Igen. Tök jól néz ki. Hát te ebből sajnos nem lehetsz. Kimered jól? Kimered? Ez nem leves. Hát, ami jó. Becsukod a sütőt? Vigyázz. Okay. Ezt fel lehet turbozni egy kis porcukorral a tetején? Hát, inkább nem. Nem? Amúgy igen, de nem ajánlom. Mert elveszi az alma ízét a cukor? Nem, csak egészségtelen sok cukor. Tehát... Egészségtelen sok cukor. Elég ennyi cukor. Hát is az egészben 3 csomag vaníliás cukor van. Plusz még a tésztában. Abba 5 deka. Ennyi. Akkor ennyi. Tehát akkor ezt kinevezhetjük egy egészséges... Sztózás, de egészségesebb, mint mondjuk a kukifli. Aha. És ez meg lehet tölteni ezt a tésztát bármi mással, nem? Persze, kakóval. Fahéjjal. Persze, ami otthon van. Akár mákot is rakhatok bele? Szerinted? Kár. És azt ott hagyod? Szedd ki majd, te jó? Megöntem. Ákos, szedd ki. Hát gyorsan feladod, tehát. Hát, meguntam már. Meguntad. Hát. Aki megy? Persze. Tehát most képzeld, egy vasárnap este is azt mondom, vagy vasárnap délben, hogy húslevest, hogy meguntam a főzést. Pizzát. Ja, rendelünk pizzát. És az mennyire egészséges? Egy B-variáns. Egy B-variáns. Van készítettétek? Igen. Akkor rakd az asztalra. Oké. Még meleg az alja. Meleg az alja? Igen. Jó. Hát ez egy dolog hiányzik szerintem. A kis tányér meg a szalvéta. Igaz. Szerinted egy kis tányér. Kettő. És egy nagy tányér. Apának. Igen. Tehát mivel én nem eszek. Igen. És tényleg nem kell rá porcukor? Nem. Akkor szerintem egyetek. Oké. Kóstoklássátok van. Oké. Nagyobbik a tiéd. Akkor már jó tán. Neked is. Na, finom? Finom. És az én tányérom hol van? Ha már engem lettetek meg. Ez? Nem a pályé? Hát ott van még egy tányér, és hogy... Hát, apa ad nekem. Jó, viszont. Köszönöm, nagyon kedvesek voltak, hogy meglettetek. Komolyan. Még jobb lett volna, hogy egy órával később jövök. Hát igen. Mindenki jobban járt volna, de én jártam volna a legjobban. De önök meg nagyon rosszul jártak volna. Mert nem tudták volna megnézni, hogy készít a két fiam nekem. Palmás csigát. Próbálják ki önök is, jó étvágyat kívánok!